Sziasztok itt, bocsánat, sziasztok itt újra, ezután folytatjuk a Phoenix Wright észrevétlenül Justice for All-t. Tehát sikerült nem egy fájdalmas peren, most jöhet a második nyomozás. És ezúttal két-három szájlokot kell majd kinyitni. Június 21, 3-24 perc, korán fal. Kösz, hogy visszaökölj. Hazaok küldti engem, Miss Nanny. Üdvözlőleg. Úgyis vissza kell ide térnem, hogy utána nézek valaminek. Gondoltam erre egy kicsit. Ha misztikus már nem ölte meg azt a szép embert. Persze, hogy nem. Igen. De ő nem, akkor más tette. Az a gyilkos. Nem, igen, Pearls. Értem. Elég szomorú. A mai per. Mit gondolsz az első perről? Meg volt lepve. Sose látott ennyi embert. A misztikus már reménytelen, de kérezte magát. Igen, bizony az ügyésznőről is bizony a rossz véleménye van. Rossz attitűdje van. Úgy viselkedett, mintha Misty így maja tette volna. Szívesen nem mondaná, hogy mit gondol róla. Hát nem hagyná ki. Csak ugye elmondaná, bizonyára leostorozná. Őt is. Ügyészek. Miért olyan elsős Misty majával? Mert ellentéte az ügyvédnek. Tehát az ügyész dolga, hogy bűnösi nyilvánítsa az emberek. Nem érdekli őket, hogyha ártatlanok. A győzelembe fontos neki. Ez borzasztó. De bizonyára van, lehet ír. Senki nem olyan. Mindegyik ügyész ugyanaz. De az egy Edgeworth-ot kivételnek veszi. De ez régen volt. Azt hiszem már nincs itt. Azt hiszi, hogy meghalt. Azt hiszi, hogy az ostor büszkeségét... büszkesége okozta. Egyébként... ugye nem tudsz semmit a gyilkosságról. Hogy még kérdezem? Kalában gondolkodott. Nem látod semmit. Csak az a kérdés, hogy Pearl hol volt akkor? És az a kulcs, az hol találta? Mikor szerezhette meg? Na akkor alibije is kell. Mi csinált a bűnői egy napján? Vagy hol voltál? Hol voltál, vagy mit csináltál? Hogy mit csináltam? Hogy semmit nem csinált. Hát elég rosszul tud hazudni. Sokat ad nekem, mert nem árom el, ügyélem.
De sajnos ez már nem lesz ilyen egyszerű. Két szájlókja van. Ami azt jelenti, hogy két titkát kell felfedezni, és ezt nem akar elmondani, mert fél, hogy kiderül. Hát én tudja, hogy rájött, hogy hazudok. Nem hazudhatok neked, ugye? Most pedig ilyet a kulcs. Ami ezt a kulcsot érti. A gyilkos a napján találtad, ugye? Igen. Fontos lenne, hogy tudjam, hogy hol volt ez a kulcs. Tehát hol találtad? Egy... Egy KH-ban találtad. A KH-ról, ami a kertben van. Egy kicsit nyitva volt az ajtó, tehát körülnézett ott. És az mikor történt? Az idézés után. Amikor mindenki pánikolt. Mr. Nick? Igen? Elárultod? Mamának? Hogy Morgannek, hogy mit tettél? Ha megtudja, hogy játszott annál a szemét, elfenekeli. Szóval nem akarja, hogy elmondjam, hogy... Mert fél, hogy elfenekeli. Akkor mondjam, hogy kis titkot. Tehát itt kell utána nézni valaminek. Június 21. Fey Manor, meditációs szoba. Üres ez a hely. Bizony a tényleg történt. És bizony a vége. Channeling Chamber. Június 21. Fey Manor. Idézőkamra. Szóval itt van a Morgan. De még nem fedezte fel. Mit csinál itt? És képhez beszél. Nem látod? Nézd körül! Végre az ő ideje eljött. Már régen várt ezt a pillanatot. Igen, készülj. Drága Misty. Látjátok, hogy mosolyog? Ez bizonyára gonosz arca. Vagyis bizonyára valami gonoszat tervez. Ki van ott? Csak nem Mr. White. Na most kíváncsiskodik innen a kép miatt. Hát tudom azt az előtt, hogy bizonyára túljtem az esetet. Kösz. Azért nincs bocsánat. Mert valójában ezt ágában sem lehet volna tervezni. Rossz mentség. A képről bizony nem akar beszélni. A mesterek nem lehet velük. Szóval Morgannre állult a teher. Mi történt? Hazudik! Tud valamit, csak nem akar elmondani. Hát itt volt, amikor betöltük a
kamrát, kamra ajtóját. Hogy ma oldalán volt, az sem igaz. Már ötöd év van más is? Dehogy nem történt valami. Még ezt is hozunk. Tréning. Tehát a tanárok minden nap képzésen vannak. Igen. Csak egy nap szabadjuk van. Bizonyára a gyilkosság miatt. Ajjaj. Na próbálj, hogy így mondta a nevüket, hogy Maya Spark. Bizony, nem véletlenül, hogy ijesztő. A misztikusok kifelejtette mondani. Még kérdés. Hogy vigyázzak, amit mondjak meg, hogy vigyázzak, hogyan mondjam. Nagyon önző. Na mester. Maja anyja a mester. Mystic Misty. Misztikus Misty. Brilliáns medium. És hol van? 16-17 éve, hogy elhagyta ezt a helyet. Tudatot volt egy idézésnél. Aztán egyszerűen eltűnt. És nem hiszi, hogy vissza fog térni ebbe a faluba. Kitörölik a nevét 4 év múlva. Egy személy, aki 20 évig távol volt a falutól, azt már halottan nyilvánítják. És 4 évvel maradt hátra, hogy visszatérjen. És amikor ezt megtörténik, egy új mestert kell Greenville-be nyilvánítani. És? És Majának kéne lennie az új mesternek. Viszont a gyilkosság ezt akadályozza benne. Vagyis emiatt is meg kell mentenem Maját. Hát bizonyára volna okkal nevetni. Nincs több információ, és most Winding Way. Látjátok ezt? Na itt egy kakukk tojás. Ez nem volt itt még az első nyomozáson. Valaki ott a Kaihánál lehet. És már észrevették. Csak már hozzám van. És még mindig lájkozik. És pokar vagy te! Mi is a bank? Brutál ez a ribanc. Ő vagy lá. Örül, hogy itt van. Pedig nem lenne oka. Szóval mindenki ilyen látni. Például...
az urnát. Na, ez fontos információ. Mit kell tudni arról az urnáról? Van legendája van ennek az urnának? Igen. A falu kincse. De látjátok ezt? Elég törékeny. És valami el kell... hogy ez el van zárva ottan. És mi? Ami fej szelleme. Ki az? A koreai idézési technikát Mystic Ami fedezte fel. Nem kell dühöngened emiatt. Nem. És amíg az urnában van az a szellem. A szellemi erő a fej családban továbbadó. Ha fontos az a urna, akkor bizony az valamiféle nyom is. Mi történt? Ezt kellett volna korábban. Hogy ott aludt. Ez nem segít sokat. Ez nincs köze hozzá. Próbálj nem elszólni magát volt a képen. Nem beszélnél a nővéred bal setéről? Miért? Hogy van köze a gyilkossághoz? Itt is két szárnyblokk. Úgyhogy bizonyítékra itt is szükség lesz. Az egyik bizonyíték ez. Itt. Ezt a kulcsot találta. Na itt is egy fontos nyom. A maja kosztümje. És vér van rajta. Egy kicsi. Na ez volt bizonyára elégedve. A másik ez. Szóval szellem van ebben az urnában. De egy törött. És az van, én vagyok. Én vagyok, kurda. Most még nem nyithatom fel azt a két szíkus zárat, mert még nincs még egy bizonyítékom. Maja fej. Ve. Hey Nick, Marta ott? Reménytelen kérzi magát. Milyen volt? Mit találtál? Mert néhány dolgot találtam.
De kezd sírni. Egy kis időre van szükségem. Minden a holnapon múlik. Minden egyes oka, amikor látod, több problémát okoz. A mai per. Fantasztikus voltam. Hát elég okos voltam bizonyan. A iPhone főnek is megfelel, kösz! De ne így tudom. A következő fel kell koncentrálni. Meg kell nyerni ezt. Nem hagyhatom, hogy az ügyésznő. Elégessen a tűzben. Vesz, hogy nem te voltál. De azt gondolom, hogy nem volt ott senki. Azt a fali porcot te nem nézted meg mögötte? De nem látott senkit. Nem bűnös ítélet? Miért hiszel bennem? Miért gondolod azt, hogy nem öltem meg ki Dr. Blake? Amit mi elmondott? És hogy mit mondott nekem? Mire? Hát azt, hogy... igen, aztán az volt az ellentmondásban, hogy... ugye a szellemeknek nem lehet álmuk. Amikor idéz. Amikor idézel valakit, lehetetlen, hogy legyen álmod, mert a lelked benne él. Most, hogy említed, várjunk, de akkor az azt jelenti, hogy te, nem te vagy a gyilkos. Hát akkor bizony az azt jelenti, hogy valaki elaltatta. Bizony az előre... igen, ez előre ki volt tervelve. Vagyis az igazi gyilkos ezt már előre kitervelte. Tehát át volt verve, hogy rákedjék a gyilkosságot ott többé. Föl alibije. Bármit is teszek, nem válaszol. Tudom kell, mit csinált a gyilkos a napján. Amíg azt gondolja, hogy én voltam. Ő sose tenne ilyet. Hát ez egyértelmű, hiszen még csak 8 éves, még az nem elég okos, hogy gyilkoljon. És aranyos is. Nem gondolom azt, hogy gyilkos. De. Valamit rejteget? Vele voltál azon a napon, nem igaz? Igen, szóval labdáztak. Tehát ez a fontos információ, amiért ide kell jönnöm. Mit ért a labda alatt? Ami azt a labdát illeti. Hát semmi különleges nincs benne, ez a régi labda. Amikor az idézés történt, akkor is bizonyára játszhatott vele. Ő szeret labdázni. Hát még... bemászik, el tud mászni abba a ruhás dobozba. A ruhás doboz is bizony tényleg számít. Igen, ott rejtőzködik. Ami az oldalsó szobában van. Tehát az a ruhás szekrény. Igen, nagy, tehát...
tehát hogy észreveszem, tudod milyen beszél. Tehát ez is egy fontos... fontos bizonyíték, hogy meg kellene szerezni. Hát ez inkább ne. Na úgy sem ez belőle semmi. Június 21. Kurenfalu. Lotta Hart. Most bizony a megijedt tőle. A fényben a vett nézhette az irányt, most üdvözőbe kell vennem. Meditációs szoba. És megint szalad. Mi az, hogy nem? Azt felejtsd el! Tartozol nekem, hogy aláltatta. Meg is elkezdtünk. Tehát ezen az úton de látta Lottát futni. Nem úgy tűnik, mintha itt lenne, de valójában ez nem igaz. A bizonyíték, amire szükség van, egyik az ez. Ez a labda. Mit keres ez a földön? Ez is a kérdés. Figyelj, de mit történik, hogyha rákattintok erre? Most tudni akarja, mi van ott. Megtaláltuk Lafnát. Mit kerestél ott? Mit gondoltál? Rossz fél. Rossz személy tartja magát. Szóval a ruhás dobozban rejtőzködött, mert tudta, hogy van ott egy lyuk. Egy kis lyuk van az a dobozban. Hát ez, én csak nem tudom miféle mértékegység, de 8. Ugyanaz a lyuk, mint a... annál fali. Szóval a fali újságnál. Tehát ez is egy fontos bizonyíték. Most a meditációs szoba következik. Na, a szinkuszára csak már elkezdhetem, mert most Pearl itt van. Kurénvésben semmit sem ért volna az egész. Ő is tudomást szerzett már arról, hogy Lothart már futott. Ne azt gondolja, hogy tőle ilyet meg. Azt akart, hogy elmondja. Hogy ne találja meg. Azt akart, hogy ne találja meg, de már késő. Majdnem ez a kocsi. Már láttam is. Take that! Mit az idő feladat? Burr Olivia. Earl. El kell mondanod, hogy mit csináltál a gyilkosság napján. De mi van, hogyha nem mondhatom meg, hogy mi történt? Akkor szerintem tudom, mi történt. Mit szólt ez?
meg tudod csinálni? Nem mondanád, hogy csak töltött volna valamit, nem igaz? Igen. Hogy hol volt? Tegyed! Igen, de az helyes. Elhagynál nekem? Még nem állhatja. Azt hiszem tudom, mit csinálhattál. És hogy onnan tudom, hiszen ügyvéd vagyok. A bizonyíték... Take that! Játszottál a labdával? Igen. Igen, az helyes. Tehát egy pszichikus zár kinyitva. Már mondta ezt el. És aztán? Valami történt, ugye? Valami rossz. Most lehet miatt van megijedünk. De nem történt semmi. Az úr. Take that! Ez az úrna. Egy falus kincs. És itt volt elzárva a Crane Technica megtalálója. Igen. Ez elmondta, ez törékeny. Nem igaz? Páhi. Hát töré... csomó törés van látható itten. Ne tréfáljak már. Szóval a vád az, hogy eltörted. A labdával. És nagyon mérges lett volna Morgan, hogyha ezt megtudja. Nem úgy tűnik, mint a visszavágna. Viszont ez furcsa, hogy a zár még nem nyitódott ki. Így jó. De még tagadja az egészet. Most honnan tudom, hogy törött? A kérdésre a válasz... ez. Take that! Ki kezdte el azt a korán idéző technikát? Misztikus Ami. Úgy van. És hogy kell betűzni, ugye tudod? Nem tudja, hogy kell. 8 évesen nem tudja. Pedig ez egy nagyon egyszerű betűzés. Pedig csak 3 betűből az egész. A-M-I. Ilyen egyszerű, nem tud 8 évesen. Hát elég furcsa volt, hogy amikor láttam, hogy I-M van odaírva. Ebből tudtam, hogy törött volt az urna. És a betűzéssel követette egy hibát. Az Albit így most már kikérdezheted. Mi van? Jöhet az alibi.
Amikor az idézés kezdte azon a napon, a labdázott, és akkor tölte ezt az urnát. Igen. És emiatt elrepült misztikus almi szelleme. Ne aggódj, az agyán nem fog tudni róla. Rossz kislány tartja magát. Egy fogok kincsit eltönni a legmegbúcsáthatóbb dolgok. Vagyis megbocsáthatatlan dolgok. De amit az anyja művelt, az még sokkal megbocsáthatatlanabb. Azt gondolja, hogy így számúzik a faluból. Azok a darabok nagyok lettek, tehát azt gondolta, hogy megjavíthatott, és nem veszik észre. Csak hogy már akkor hibázott, amikor rosszul betűzött. Talált néhány ragasztót, hogy megjavítsa. Like this. Az idézés már megkezdődött, tehát így nem gondolta, hogy bárki ide jön. Mennyi idő volt, míg megcsináltad? Hát elég erős lehet médiumként. De amikor művészetről van szó, alkotásokról, hát nem olyan képzett ehhez. De amikor befejezte ezt a javítást, bizonyára észrevette. És bizonyára ezért rohanhatott el. Amikor ezt látta, akkor mindent elvitt magával, hogy siess. Azt gondolja, hogy számozni akarják. De ez már nem fog megtörténni. De biztos abban, hogy ami szelleme boldog, hogy szabad lehetett az urnából. Június 21. Green Fall. Azt hiszem minden megtaláltam. De azt nem látja, hogy minden, hogy adódhat hozzá. Pedig szóta se figyel arra, aki szól hozzá. Hát több infóra lesz nincs szükség inni esetében. Na végre most vették. Hát bizonyára szúnyogot hallottott, ami a fülében volt. Pozsegoltam az időt. Hát
mai per. Hát sajnálom, amit hallhatott, de bizonyosan az ostorozása miatt nem tehetett róla. De amikor feltüzelődik, akkor lehetetlenül megállítani. De megsütette ezzel maját. Katizátok a Don't Forgive Her-re, de ez hülyeség. De végül segítették. Hogy magában beszél. Lott átszolgálhatod. Megoszt vele valamit, amit kiásat. Kiásatott. Ne legyek meglepődve. Ingyen megadja azt az információt. Gyilkosság? Hogyha már nem gyilkos, akkor ki lehet az? Akkor bizony inimálni lehet a tettes. Igen, szóval inimálnit kéne most lebuktatni. Az az öreg néni. Én is. Én is ő. Együtt voltunk egész idő alatt. Szóval Lotta így gyorsítja. Tehát viszonylag tudni valamit Iniről. Ja. Mit tudsz róla? Utána nézett. A nővért akarta bizonyára. Hát még doktor ő. Az, ahogy mával megidézheti. Bizonyára Inni mutatta be doktor Gray-nek. És ez is bizonyára gyanús. Van ilyen infót róla? És mi az? Ez kerül valamire. Elfejtette, hogy pénzeit nincs szükség. Viszont inként arra érhette. Kórházi kezelése volt fél évvel ezelőtt. Vagy miért? Ezt magamtól kell megtudni. Ez az információt megtalálom. Szóval el kell mennem ezért a klinikára. Ez egy idegesítő volna, ezért nem ment oda. Tehát a hotték linkára kell mennünk. Június 21. hotték link a recepció. Szóval itt kapott kórházi kezelést inni. Hogy te meglátogatni egy... Azt is... Hát ez hülye! Egy orvos, aki vakarja a fejét és a testét! És kevésen fogamad! Hülye! Márti van egy Tylenol-kilak! Doktor vagy itt? Ott igazgató? Igazgató! Nézd, aki ahhoz képes, hogy igazgató.
hogy mivel segítedek? Tudsz valami minimális? Minimális? Igen, tud valamit. Elhagyta a korlátot régen. Ha nem viselkedik, akkor kirúgják. Hogy legyen jó fiú, és adja ott az igazgató fehér laboratóriumi kabátját. Hatodik. Tudtam, hogy tiédok ki. Ki vagy te? Ott igazgató. Igen, vicces! Ott tinkőink a... Mi a dolgod itt? Amikor nem tudom mindenki kezelni, idejönnek a páciensek. Ő sebészettel foglalkozik. Vagy plasztikus sebészettel. Én imányi? Át lett helyezve egy generális kórházba. De milyen sebészeti kezelése volt szüksége? Nagyon rossz lehetett. Nem mondhatja meg. Valamit a orvosok nem árulhatnak el a páciensékről. Hát ő... Évjelből halotta. Hát akkor... Ettől majd meggondolja magát ez a déli doki. Ügyvéd vagyok. Gyilkosság után nyomozok. Ugye ez ott nem megoldás. Alapban a tárgyalás. És ki kell szedni néhány információt tőle. Egy kevés lehetőséget elárulna. Hát nem egy igazi igazgató az a Dilidoki. Ezt bárki, erre bárki rájött volna. És hogy értem. Neki ezt mondani? Igazi információt, így már megoszt velem. Hogy megmutattam a jelvényt. Amit ügyvéd kaphat. Hogy ez a hely egy sétáló diktompédia? Sétáló enciklopédia inkább. Ó, bácsi! Igen, tudni akarok valamit imányiról. Emlékszik rá?
most már készletetem belőle. Át volt helyezve. Egy éve ezelőtt. Hát itt... Bizony a beteg lehetett. De volt a kép inkább megsérült. Hát olyasmi sérülése volt. Hát durva volt az a sérülése. Méghozzá egy balesettől, ami egy ijesztő lehetett. Igen, az autóval esett bizonyára égési sérülést szenvedhetett tőle. Idióta! Ezt hívják Dili Dokinak! Jött az operája. Igen, el volt égetve. Mint ha meg lett volna sütve. Hát az jó dolog, hogy én erről készítettem valami kép. Hát bizonyára elérték azt, hogy az a kép épp visszaszerzhető legyen róla. Megkapta a licenszét. Egy licenc fotója volt, azt kell megszerzni. Hát így néz ki igazán érően. Igazi kincs. De mit történt az, hogy szentze? Azt nem tudja. Bizonyára elégedett. A baleset? Minden papír elvasott róla. Azt az újságot tölt, megszerint tőle. Most elment, hogy meg elhozza. Na, ezt kell frissíteni. Itt az állítás szerint én bizonyára... Várjunk csak! Bizonyára a... Hogy is mondják, azt a vezető mellett lehetett. Va, egy erős sok érvezhette fel. És kisebb percben... Egy tengernyi tűz volt körülötte. Én harcolt az ajtóval, végre kinyitotta, és valahogy megmenekült. Na, ez már elég bizonyíték, amire szükség van. Egy új nyom. Decemberben történt a dolog. Yeah.
Hogy se, jó segítségé voltam, igen. Kösz. Mondja meg innyek, hogy szia. És pedig vissza. Jó, és 21 külön végig. Hogy mentem el korlátba? Igen. Pár dolgot sikerült kiderítenem. Most közlé, hogy az az öreg néni ki hívta a rendőrséget. Miért hívna a rendőrséget? Valamit el kéne mondani neki. Magyar. Hát most arról beszél, hogy ellopni a mester székét és irányítani a falusiakat. És rá, és mi történt belőle? Gyilkosság. Igen. De most tölt rá valami. Ez először. Ez egy régi sztori. Na ez volna az, amit először mondok. A mester Misty Fay volt. Maga neki a mesternek lenni. Inimáni? Ezt nem kell mondani. Tudjuk, hol van. A mester bizonyára a legidősebb lánynak kell lennie. És mivel Morgan idősebb, mint Misty, hát Morgannek kellett volna lennie. Sajnálatos módon Morgan, de ahogy említette, neki alacsonyabb képessége van a médiumi képességben. Bizonyára erősebb, mint ő. Tehát mindig a legidősebbnek van nagyobb hatalma a médiumi képességben. Ennek is bizonyára van köze a gyilkossághoz. Vigyem az előtt, hogy mi a képességét, de megcsinálom. Ez az öreg néni elvetette a húgát. Bizonyára a városiak ellenek fordulhattak. A legidősebb, de mégsem van, sincs akkora ereje, hogy ő legyen a következő mester. Régen. És mi történt volna, hogyha Morgan lett volna az elsőbb? Majd később is többet mondok, majd a következő videóban. De addig is menjünk tovább. Nem látta. Most fel kell fedezni a titkát. Állj, már megint rossz a nyoma. Tegyek! Újabb két szájú. Pszichuszár.
hogy kinek a balsodéről beszéljek? A nővérenek azért balsodéről. Hogy dog-dog adatot. Ennyi mindent akar mondani? Kinek a balsitér van szó? Bizony egy másiknak a balsitérő. Milyen csak beszélni egy másnak a balsitérő? A kérdésre a válasz... Te vagy! Te igen! Igen. A de valsit, ő beszél. Nem tudja, miről beszél. Bizonyíték. Álljunk csak... ez lenne az esetleg, de nézzük meg a többit is. Kérdés a válasz itt van. Highway of Nightmares. Igen, ez lesz az. Take that! Figyelj, ez egy újság... ez egy évvel ezelőtti esetről. Itt az áll, hogy Inimaidi interjúzott a balesetről. Hogy nagyon súlyos sérülést szenvedtél. És sem ezt borálnok el kell. Az nem ő. Kezdi majdnem elszólni magát. Ugyanaz a nép, de ez nem teljesen ő. Hogy miről beszél? Hogy a nővér nem is tudom. Volt kovászi kezelés? A kérdés a válasz ez lenne. Kell, hogy legyen. Tényleg! Itt a bizonyíték. És mit jelentsen ez? A kórházból szereztem, hogy te kovászi kezelésre szóltál. Itt volt egy páciens. És igazán rajongó. Eldobta ezt. Töltöttem a havis igazgató. Ja, egy. Itt már le van eződve. Hogy nincs köze a gyilkosság? Hogy egy nő meghal. És? Ki lehet az? Ki volt a gyilkos? Take that! Ez Mimi Mind lehet. Amikor ő vezetett bizonyára vele lehetett. Tehát mindketten lehetek abban a balsegben.
Ugye már nem titkolszak tovább ez ügyben. Meg kellett ezt ismerni. Ez ilyen hazafelé található. A vezető mellett lehetett, mikor aludt. De, és akkor történt. Sikerült kimenekülnie belőle. Nem tehetett semmit. Fel volt füstve az egész, és nem láthatott semmit. Dr. Gray? Egy ő okozta-e? Bizonyára innyiek lehetett oka megölni Dr. Gray-t. Hogy lehetetlen. Mi van persze, ne vetni. Na most lássuk mi lesz a faluban. És hagyjál békül, anyját. Itt nem bántja. Rendben, neked! Rendben, nem leszek edemben semmi. Így is sokáig távol lesz. De itt a fognak már búcsút mondhat. Azt akarja, menjél vele, de nem hajlandó. Azt akarja, hogy vigyázzon erre a... falura. No dag. Hát ez hülyen! Mutatni, hogy akart volna egy pisztolyt! Most csak az a dűtivel menjek. Menjek már. Morgan. Ez korábban nem történt. Ahogy már távozni fog innen, már egyből árva lesz. Rossz érzése van. És biztos, hogy valami rossz fog történni. És fél emiatt. Maja? Mi a helyzet misztikus Majával? Már elég bizonyítékot összegyűjtöttem. Egyedül iszi magát. Kérj, hogy látogassam meg! Hát nem hagyhatjuk egyedül, de azért minden ember lesz. De Majának szüksége van rám. Válkoztott engem, Phoenix. Mia. Milyenek az előkészületek? Azt hiszem, elég bizonyítékot összegyűjtöttem.
vállaldon lesz minden. Holnap. Akár bűnössé vagy, akár átadónál nyilvánítják magát, ez óriási súly lesz, amit el kell viselni. Jól emlékszem, 3 szirkusz zárja volt. Tehát még tőle kell információk kiszedni. Tehát ez egész a szellemi idézésről szól. Pár dolgot még nem érzik. Ez nem mindennapi dolog. Hát ez anyáról lányára száll, aztán de úgy még tovább. A fei család voltak éppen, de családról ismert az isteni szolgálatról. Amikor Mystic Eye megszületett, a nevében sok biztos sorsot adott a nevére. Ugyanis... Szóval erről híres az Ami neve, az... Az Amitabhráról, vagyis egy... Buddha a buddhizmusról. És ezért bizonyára, ezért zárták el azt a koreai, de... Kuréni urnába. De ez viszonyára ott indiánosít. Van a hiper? A kérdésre kell keresni a választ, hogy ugyan juthatott be a harmadik személy, hogy megölje Dr. Gray-t. És mikor léphetett be a kamrába az az illető? Tehát még az idézés előtt lehetett bent az igaz gyilkos. Már azt gondolta, hogy négy nem volt a sink. De ha nem jönk rá a gyilkos Valdi mozgására, ez már szopás. Ja. Tudsz valamit, ugye? Az igazi gyilkos szó. Három. Szíkuszár. Szóval az okokat kell elmagyaráznom. Ajj! Tengyel! A gyilkos. Phoenix. Szerinted te rejtegetek valami információt tőled, nem igaz? Igen. De te kit védek? A nagynényét. Take that!
Na, ez könnyű volt. Amikor gyilkosság történt a nagy négyen, a kamerán kívül kellett, hogy legyen. Tehát így kellett, hogy legyen alibi is. De hogy... Igen, szóval... Morgan Fénynek is lehetett köze a gyilkossághoz, de bizonyítékja ahhoz, hogy mitől olyan gyanús. Várjunk csak, melyik is az? A fegyver is a kis, nem? Take that! Ez a ruhadarab. A KH-ban találta. És majd a kosztümje lehet ez. De amikor majd le volt tartóztatva, az ő kosztümjét tehette fel bizonyára. De ez csak azt jelenti, hogy valaki megváltoztatta a ruháját. Hogy miért? De csak egy valaki azt követhette el. Igen, tehát... Tehát a nagy négy már gyanús. Könnyen lehet, hogy... Miás van a nagy négye a gonosz. Hogy mit jelent ez? Hát még nincs bizonyíték arra, hogy az a ruha olyan kosztümjéből van. Hogy kinek a vére van ottan? A kérdésre a válasz a következő. Amikor Maya a kosztümét használta, a kulcs benne volt-e ebben? Úgyhogy... A bizonyíték ez. Take that! A kulcs. És miért gyanús ez? Mert amikor levették a kosztümjét, a kulcs bizonyára benne volt, és így kerülhetett akkor a KH-ba. És ez az, amit Maya mondhatok. Hogy a ruhájának ujjában volt az a kulcs, amikor idézhetett. És a kulcs és az a ruha a KH-ban volt. Ő KH-n belül. Tehát azt jelenti, hogy ez mind Maya kosztümének része. Tehát tényleg valaki átvetköztethette, hogy biztosan áttereljék a gyilkosságot. Hogy aztán elégessék a valódi bizonyítékot. És csak egy valaki tehetett ilyet. És ez a gonosz nagynénye. Amíg az a bizonyítéknál van, akkor a nagynénye már bizony a gyanús. Viszont. Nagynényének van alibije. Még egy kérdése van. Hogyha a nagynénye a tettes, hogy követhette azt a gyilkosságot? Hogyan csináltok? Kire volt szüksége, hogy megölje Dr. Grey-t? A kérdésre a válasz. Take that! Tehát a válasz helyes, tehát itt...
Mindjárt mondom. Igen, szóval kettőn nő lett itt a tettes. Tehát ketten akarták rá Moyára terelni a gyanút, hogy őrülte meg Dr. Grey-t. Tehát itt két nőt kell lebuktatni. A gyilkos Innymindy-t és a gonosz Morgan Fate. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem Red White volt Maya egyetlen ellensége. Úgy tűnik, hogy még a nagynényük is az ellenség. És valami őt zavarja. Egy normális ember nem tudta volna ezt a gyilkosságot elkövetni. Csak olyan valaki tehetett ilyet, aki mindent tudott a Fame Manorról. Viszont magának van alibije. És emiatt nem tudjuk rájönni, hogy hogyan csinálhatta. És hogy hogyan érhette Innymindy, hogy elvégezhesse a feladatot. És még nagyobb probléma is van. És még arra sincs válasz, hogy mi motiválta rá. Miért akarta megölni Dr. Grey-t, és miért kell? Még azt sem tudjuk, hogy a gonosz nagynéni együttműködött gyilkos Innyvel. Milyen a sincs nyoma erre. Egy lehetséges dolog van. Miért kellett nagynéninek ezt tennie? Bizonyán az anyjuk a kérdésre a válasz. Bizonyára az anyjuk miatt volt ennyire gonosz a nagynényük. Tehát elég bizonyítékot összegyűjtöttem, hogy megnyerhessen a pert az őrült ügyésznő ellen. Folytatjuk. Tehát ez volt a második nyomozása, tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni, és van még más is. Tehát már csak a per maradt hátra, de az is két részes lesz. Tehát a tét a következő lesz legközelebb. Le kell buktatni a gyilkost és a gonosz nagynénit. Úgyhogy már a búcsúzom, sziasztok!